Folytatom az előjelzésemet a következő 10 évre. Természetesen ezeket az előjelzéseket nem a közmédiából szerzem be, ez magánvélemény, különféle egyéb hírforrásokra hivatkozhatnék, de nem akarok. Ezek eléggé titokzatos hírforrások, nem kell, hogy mindenki tudjon róla. Visszatérve a prognózishoz. Kína fogja ezt az egész folyamatot irányítani, de valószínű, hogy megint Putyin hadseregét fogják oda benyomni, és ezért megint ő lesz a hibás mindenért. Kína ártatlan marad, hiszen tudni kell, sokan tudják már, hogy a mai világban a világ egész vezetése Kína alá van alárendelve. Ez van. 100 évig az egyik irányít, 100 évig a másik. Erről szólnak a különféle testamentumok. 2017-ben egy videómban már beszéltem erről az a testamentumról. Ez második Miklós orosz cár testamentuma volt, de második Miklós orosz cár olyan testamentumot írt, amelyet neki diktáltak. A következő testamentumot már valaki más fogja megírni a következő 100 évre. De mi már ezt nem érjük meg. Hiszen mi nem azok a hosszú életű emberek vagyunk, akik ott fent élnek az egekben. De mi is a célja a jelenlegi hadjáratnak? Mi most még a hadjárat elején vagyunk, ez az egész földbolygón végig fog menni. Ezek a háborús hadjáratok minimum 10 évig fognak tartani a bolygónkon, hol itt, hol ott. Mik ezeknek a hadjáratoknak a céljai? A Matrix frissítésén kívül az, hogy egyesítsék az országokat. A világban egy irányítási központ lesz, egy vasököl, és ez alatt a vasököl alatt táncolhatnak majd a bábok. A fej odafent lesz, a vasököl pedig itt lesz. Ez irányítja a bábokat, ez irányít mindent, vagyis meg fog jelenni egy újfajta irányítói rezsim, egy újfajta marionett rezsim. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a következőket gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!